A kolozsvári karóniaoszlop korábbi népszerű nevén statua, a város legrégibb világi emlékműve az Óvárban, a Karolina téren áll. Az oszlopot első Ferenc király és negyedik felesége Karolina Augusta királynő látogatásának emlékére emelték. A látogatása 1817. augusztus 18 és 27-e között került sor. A látogatás célja a nép megnyugtatása volt, a napóleoni háborúk okozta nehézségek közepette. A császári pár a Bánffy palotában szállt meg. Az emlékmű felállítását Pál Sámuel főbőrő indítványozta, és engedélyt kértek rá az uralkodótól. A városi tanács 1818-ban 5 tervet nyújtott be a főkormányszékhez és a bécsi udvarhoz. Az engedélyre másfél évet kellett várni. A költségek fedezésére gyűjtést indítottak a polgárok körében, amikor ez elakadt, a hiányzó részt Toppler Imre városi főügyész pótolta. Az oszlop faragása a helybeli Schindler Mihály és Antal mesterek műve, a sasok vaskoszorúját Henzenberger János lakatos készítette. A domborművek József Kliber bécsi szobrász alkotásai. A felavatás 1831. október 4-én történt, ekkor az oszlop még a főtéren állt, 1898-ban került jelenlegi helyére. Az emlékoszlop 2 domborművel több mint másfél méter magas, szélességük jó méternyi. Az egyik a város kapuja elé érkező császári hintot ábrázolja, a fogadására összegyűlt tömeg körében. A hintó két oldalán a lovas díszkíséret áll, akik a város és a vármegye zászlaját emelik magasra. A második dombormű a kórház kapujában álló császárnét ábrázolja, aki egy kérdre boruló asszonynak pénzt nyújt. Mögötte a császár, illetve kísérete. A császárlátogatás története. 2 évszázaddal ezelőtt Kolozsvár lázban égett. Az utolsó német-római császár, Ausztria császárát, Magyarország és Csehország királyát láthatta vendégül, aki mellesleg az Erdélyország fejedelme címet is viselte. Erdély már a Lipóti diploma 1691-es törvénybeiktatása óta a Habsburg birodalom részévé vált, és a mindenkori uralkodó egyben Erdély fejedelme is volt, de még egyik császár király fejedelem sem kereste fel személyesen e távoli tartományt. Ennek ügyeit a Nagyszebenben majd 1790-től Kolozsvár székelő főkormányszék vagy gubernium útján intézték. A fontosabb ügyekben ki kellett kérni a bécsi udvar jóváhagyását. 1773-ban ugyan a későbbi II. József még mint társuralkodó régens beárta a birodalmat, és június 25-27-én Kolozsvárt is megfordult. A főtéri plébániaházban altóriai Benkő Mihály kanonok plébános látta vendégül. Az épület falán máig szép, latin feliratú barokk emléktábla örökíti meg az eseményt. Első Ferenc látogatása azonban egy hivatalos országjáró körútba illeszkedett bele. A már negyed százada abszolutisztikus módon uralkodó, minden újítástól rettegő császár, miután az 1815-ös bécsi kongresszuson helyreállította a Habsburg ház tekintélyét, úgy érezhette, hogy ideje bejárni birodalma távolabbi tartományai. Az időzítéshez az is hozzájárult, hogy Erdélyben az ismétlődő rossz termés miatt éhínség pusztított, akár lázadozástól is lehetett tartani. Egy ilyen látogatás megnyugtató, figyelemelterelő hadműveletnek is beillett, de akár nászútként is szolgálhatott, hiszen a 49 éves uralkodó magával hozta a nemrég feleségül vett 25 éves bajor királykisasszonyt, aki Karolina Augusta néven írta be nevét a történelembe. A körutat jó előre megtervezték, és már hónapokkal korábban értesítették azoknak a helységeknek az előjárói, amelyeket a királyi pár útba ejtett. Egy ilyen utazás a korabeli útviszonyok között hónapokig tartott. A rendkívül ünnepélyes, méltóságteljes bevonulásra augusztus 18-án hétfőn került sor. Az uralkodót a város Szamosfalva felől határánál
12 tagú küldöttség élén gróf Haller Gábor erdélyi kincstárnok fogadta. A város és egész Erdély nevében üdvözlő beszédet mondott, majd meghívta a királyi pár a város vendégszerető falai közé. A király néhány szóval megköszönte a város és Erdély hódolatát, és elfogadta a meghívást. A bevonuló menethez Erdély főurainak kocsi sora is csatlakozott. Az uralkodó hintaját drága nemzeti ruhába öltözött, díszesen felszerszámozott lovonülő hat főnemes ifjú fogta közre, és kísérte a főtéri Bánfi palotáig. A palota előtt sorakozott fel a város előkelő polgársága, élén a főbíróval és a királybíróval. Mindhárom felekezeti főiskola diáksága és teljes tanári kara is ide vonult ki. Minduntalan harsány vivátok, éhenzések hangzottak el. Az összes templom harangja zúgott. A kolozsvári kardinálos lop, akárcsak a többi erdélyi magyar emlékmű nem került el a vandálok figyelmét. Íme néhány 2015-ben készült fénykép a megrongált kardinálos lopról.